Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az e-cigi tesztek. Mellettem pedig... Hipster Henrik. A 8. A kezünkben pedig a kazán, nekem még mindig az Oregon Little, nálad itt még mindig a Nektár Nano. Nektár Nano, és az ágyékomon pedig Betty, de nem úgy. Bettit ki kell puskázzam a katalógusból. Betty veszély, nagyon veszély, dangerous. Egy kis epergem, és mellé egy kis gépi tekerős fagyi, egy leheletnyi, ennyi, mi az? Májvacukor, vagy pillecukor. Pillecukor. Marshmallow. Színre olyan, mint a 4 keresztes vizelet, de legalább tiszta, és ennyi. Ez a baj ezekkel a vékony cseppentőkkel, hogy rohadtul csöpögtesd, meg én addig lebontom a kazánomat, nem érzed ezen a vékony kis pöcörön keresztül az illatát. És nagy lyukon szívjuk. Ha. Nem érzem a strawberry jammet. Meglátjuk mindjárt. Betty, aki matróznak van öltözve. Matróz luvinya. Matróz fehér kék. Na, akkor durrancsuk Bettit. Durrancsuk Bettit. Mindig utána kapcsolok, hogy miről beszélünk. Betty annyira megmosakodta, hogy semmi ízlet nincsen. Igen, de az a semmi is olyan össze-vissza, nem? Már igen. Sok ez a mindenből egy picit. Igen. Hopp, eper. Na hát ez most tipikus. Most melegszik be Betty. Ő is szereti, előtte egy megdolgoztat minket, és utána... De ez engem sehova nem viszel. Ez semmi. Ebbe se az eper, se a tekert fagyi. Az meg annyira a marshmallót meg sose ettem, sose szerettem, úgyhogy Boris nem az ölemet nézi, csak ide van lerakva a prospektus, a tasting menü. Nézem, hogy mi nincs benne. És ott nézzük, hogy mi nincs benne, igen. Íz. Egy meghatározható íz. Az nincs benne. Tehát igen. Ez egyébként tipikusan az a hiba, mikor beleraksz 2-3 ízt, és úgy gondolod, ez egy ilyen apró likvidkeverés van, vagy do it yourself, vagy fuck, vagy gyík, hogy mondjuk te akarsz csokis banánt, ezt most neked mondom, de oda is mondhatnám, akkor az nem úgy néz ki, hogy ugyanolyan arányban belerakod a csokit, meg a banánt, mert akkor abból egy ilyen fosízű valami lesz. Igen. Hanem valaminek dominálni kell, valaminek vinni kell az összes többi ízt, a többinek csak így emlékeztetnie kéne arra, hogy... Mint az előzőnél, hogy a banán vitte, igen, és utána jött volt az a kis mogyoró. Itt én se egyiket se érzem, egy ilyen édes katyvasz összeszott. Jó, én nem erőltetem tovább ezt a tekerést erre. Én azt mondom, hogy meghatározhatatlan számomra az íze üvegszállal. Pont a mondat vége. Épp ezért Bettinek én ízre adnék egy... Adok neki egy 34-et, de jó indulattal. Mert szívni lehet, az íze nem rossz, csak nem az, ami le van írva. Nem tudod hova tenni. Igen. Tehát mit szívsz? Bettit. De nem tudod, hogy Bettyben mi van. Nem, szerintem azért ilyen az íze, mert Betty matróz. És nem mosakodott, vagy mi? Annyit mosakodott, hogy kijött az íz. A tengeri lét. Gőzre a szokásos Rubiz 85-öt adom neki, a gőzével semmi gond nincsen, de csak azért nem fogom megvenni, mert jó a gőze, mert akkor megvesszük az előző lányok valamelyikét, és igen, akkor annak még az íze is jó. Neked értékelj? Hát egy 20-at adok rá ízre. Mert ez tényleg egy katyvasz, édes, édes valami. Én szeretem az epreset. A mother milk az mondjuk epres. Tudod, mit nem érzek ebbe? De... Az epret. Azt semmilyen szinten nem érzem. Uh-huh. Semmi gőzre, ugyanúgy 80-at simán elbír, de... De szar. Uh-huh. Tudod, megkérdezzük, milyen volt a likvid jó bővebben? Nem jó. Nagyon szar. Szegény Betty, inkább ki a tengerre, aztán ott... fulladjál bele, bazdmeg. Majdnem mondtam, hogy te mocskos Nem. Betty az olcsó tengeri matróz csaj. Igen. Akit bármelyik sarkon megkaphatsz, de nem alkot maradandót. Tehát lehet, hogy annak több bizalma, mint ennek. Igen. Ne is szíved, ne erről te is, nem volt ez jó. A videó ennyi volt, a hátralevő darabok folyamatosan tesztelés alatt. Maradjatok velünk, ha tetszett a teszt, like, iratkozzatok fel a csatornára. Mondjuk lehet, hogy már nem lesz sok értelme, ameddig itthon lehet a törvényi szabályozás miatt játszani. Ne csatogtasd azt a szart. Utána megyünk a Live Jasmine-re. Vagy a rotube.ru-ra. Én nem tudom, hogy miről beszél. Ti tudjátok? A orosz YouTube-ra. Ennyi volt a Bettyről szóló tesztünk. Reméljük, hogy tudtunk segíteni azzal, hogy ne vegyétek meg. Találkozunk legközelebb. Szevasztok! Mint a tengeri kapitányok. Így. Tisztelök!